November 19-e Erzsébet nap, így Tolnán is megemlékeztek Árpádházi Szent Erzsébetről és rövid élete során véghez vitt jótékony cselekedeteiről a római katolikus templomban. Az ünnepi Szent Misén a Mözsi Bartók Béla női kar is közreműködött. Akikkel megtaláltunk egy hangot, egy összhangot, és ők is évek óta segítik, támogatják ezt az ünnepünket, és azt gondolom, hogy éppen talán rajtuk keresztül is többen vannak jelen, mint máskor. Az Isten tisztelet része volt a Caritas tagok fogadalmának megújítása is. Egy ilyen este lesz, amiben Caritas tagjainknak a ígéret megújítását is sorra vesszük, és nem elfelejtve aztán a már a oltár elé kitett Erzsébet cipók megáldását is majd megtesszük, amit nyilván majd kiosztogatunk így megáldott módon. Árpádházi Szent Erzsébet II. András király és Merániai Gertrud harmadik gyermeke volt. Egészen fiatal kora óta vezeklő életmódot folytatott, többek között menedékhelyet nyitott gyermekek számára, és egyre több figyelmet szentelt a szegényeknek. Második gyermekének sikeres világra jöttéért hálából kórházat alapított, ahol a betegápolásban maga is részt vett.